Tony Wolf mesél az erdő az állatokról. Az új uszoda. Ó, jaj, majdnem baj történt. Meleg nap volt. Az állatok lihegtek és izzadtak a napon. Egy kisegér állt a patakparton. De jó hűvös a víz, gondolta az egér. Nem sokáig tépelődött, hanem már is beleugrott a vízbe. Csak hogy egyáltalán nem tudott úszni, a sodrás egyből elkapta és magával ragadta. Segítség! Segítség! Kiáltozta az egér kétségbe esetten. Ki tudja, mi történt volna, ha Tüsi éppen nincs a közelben. Felkapott egy szál virágzó ágat, és oda nyújtotta a kapálózó egérnek. Jó erősen tartsd magad! Kiáltotta. Az egér szót fogadott, és így megmenekült. Az állatok összegyűltek, és izgatottan tanácskoztak. Mit tegyünk ebben a hőségben? Keseregtek. Nem vagyunk mindjárt olyanok, mint a vidra vagy a béka. Nem tudunk úszni. De akkor is meg akarunk mártózni. Nagyon egyszerű, mondta a hód. Építünk egy úszodát. Azon nyomban munkához is látott. A mérőszallaggal kimérte a három medence helyét. Itt már el is kezdhetünk ásni, mutatott az első helyre. Itt a mezőn? Hiszen itt nincs víz. Semmi fölösleges kérdést. Akartok uszodát, vagy nem? Persze, hogy akarunk. Akkor munkára fel. Akinek csak jutott ásó, kapa vagy egyéb szerszám, mind munkához látott. Egymás után elkészült a három gödör. A három úszómedencét gáttal választják el egymástól, a közeli patakhoz kis csatornát ásnak, és a medencéket a patak vizével töltik fel. Kész is az úszoda. Hurrá, kiáltják az állatok, mehetünk úszni! Egyelőre csak a középső medence használható, rendelkezik a hód. Rögtön birtokba is veszik a medencét. A béka egy ugrósáncot fabrikál, arról veti magát kurjongatva a vízbe. Fekete Rigó úr egy üres fészket bocsájt a vízre. Azzal hajókáztatja meg a két egérlányt. Míg a harmadik a parton marad. Óvatosságból előkészíti a mentővet, mert soha nem lehet tudni. Egy béka üres konzervdobozt használ hajónak. A vidra meg azzal szórakozik, hogy a konzervdobozt mindig felborítja. Két egér pedig vidáman úszkál fel, alá. Utat! Kiáltja a szarvas bogár, aki borsóhéjat használ vízisínek. Négy dongó húzza a vizen. Hogy fröccsöl! Az egérlányok elbűvölten nézik. A parton egérelek kényelembe helyezi magát egy napernyő alatt, és megelégszik azzal, hogy nézi ezt a jókedvű társaságot. Mellette gitárját pengeti a kabóca. Ez alatt a hód és Tüsi elkészíti a többi medencét. Gondosan kimélyítik az utolsó gödröt is. Jó mély, állapítja meg a hód. Ez a medence csak az úszóké lesz. A hangyák csónakot építenek maguknak egy dióhéjből. Lágy szívű hernyót használják stégnek a beszálláshoz. A hörcsögnek bolondos ötlete támad, legyen a csónakja a teknőc. Az meghagyja magát, a hátára fekszik, és a hörcsög a hasán ülve evez. Így már el lehet viselni a nyári hőséget. Ettől a naptól kezdve mindig sokan vannak az úszodában. A béka úszóleckéket ad mindenkinek, hogy fürdés közben semmi baj ne történjék.